Egységes alapellátási orvosi ügyeleti rendszer. Ezt ígérik az egészségügy dolgozói április 1-től. Köszöntöm dr. Kádár Balást, az Országos Mentőszolgálat Észak-Magyarországi Regionális Mentőszervezetének regionális igazgatóját. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Üdvözlöm a kedves hallgatókat, és köszönöm a meghívást. A minap olvastam itt egy helybéli labban, hogy magas szintű ellátást ígérnek. Hát egy meglehetősen sokakat foglalkoztató téma ez az ügyeleti ellátás, nem csak az egészségügyi dolgozókat természetesen, hanem az érintetteket, tehát a mezőgazdaság másik oldalán lévőket is épp úgy foglalkoztató kérdés. Én azt hiszem, hogy ilyenkor szokták azt mondani, hogy neuralgikus pontokat pedzeget az ember a témája során. Április 1-től életbe lép tehát egy olyan új módi az egészségügyben, amely újabb kihívást jelent az Országos Mentőszolgálat számára, és noha nagy gyakorlata van már ezen a téren. Mi a garancia arra, hogy magasabb szintű lesz az egészségügyi ellátás? Ahogy a felvezetőben már szerkesztő asszony elmondta, néhány olyan fogalmat, ami ezt a garanciát szinte biztosíténként már rögzíti is, az, hogy egységes szemlélet, például tetszett ezt említeni. Említette azt, hogy betegközpontuság. Én meg hozzáteszem azt, hogy egy új koncepció, egy racionalizálás, egy olyan intézményrendszernek a bekapcsolódása ebbe az ellátási típusba, akik eddig ugyan részt vettünk, de nem dedikáltan vettünk részt ebbe, hiszen azt tudni kell, hogy az elmúlt időszakban, és ez nem csak néhány hónapot jelent, hanem ez most már jó pár évet, esetleg több mint egy évtizedet is, az alapellátási, sürgősségi ügyeleteknek a funkciója azért sok helyen megkérdőjelezhető volt, mind a hozzáférés szempontjából, mind a szakmai szempontjából. Nem volt egy központilag szabályozott irányvonal, nem volt igazából a környezet számára teljesen egyértelmű, hogy mikor tud hozzáférni ezekhez a ügyeleti pontokhoz, amik eddig működtek. Azzal, hogy az Országos Mentőszolgálat most már egy több mint másfél éve tartó folyamatban, ezt ugye Hajdú-Bihar megyében elkezdve jelentős tapasztalatot szerzett, bebizonyosodott az, hogy ezt az országosan kitalált koncepciót, és ez fontos kiemelnem, és mindjárt meg is magyarázom, hogy milyennek a lényege, ezt az egész országba be tudja vezetni hónapról hónapra, becsatolva a megyéket. Azért mondom azt, hogy országosan volt ez a koncepció kidolgozva, mert ahogy eddig mondjuk egy kisebb településnek a orvosi ügyelete éppen csak azt a település vagy néhány környékbeli falvacskát látott el, most ebben a rendszerben ezek a nagy ügyeleti központok sem járáshatárt, sem megyehatárt figyelembe nem véve látják el a feladatukat. És emögött, hogy említettem, ott van az Országos Mentőszolgálatnak az a rendkívül széles mentőállomás hálózata, ami az országot tekintve 256 állomást jelent, Borsod megyét tekintve 24 mentőállomást jelent, 66 mentőegységet, 16 esetkocsit, fogalmazunk így egyszerűen, ami szintén egy olyan biztonsági hátteret ad ehhez az egészhez, hogy azonnal le fogunk tudni reagálni minden megkeresést. Kapkodom a fejem, bocsánat, hogy közben szólok, de ugye említette a központokat, az ügyeleti központokat, ugye, amelyek eleddig a mentőszolgálatnál, a házi orvosoknál és a kórházakban történtek. Azt mondta, hogy ugye központi országos rendszerről van szó, a célja pedig az, hogy közelebb vinni a beteghez a szolgáltatást, az ellátást. Nem jól értelmeztem? A közelebb vinni bizonyos szempontból természetesen közelebb vinni. A másik szempont, ami ennek a koncepciónak az egyik lényege, az, hogy egy csatornás megkeresés történik. Tehát ahogy eddig ebben a megyében 20x orvosi ügyeleten, 20x féle telefonszámot hívva, 20x féle asszisztensnő, orvos különböző szakmai elveit képviselve tudott a beteg valamilyen segítséghez jutni, úgy most egy országosan egységes négyegyű telefonszámon mentés irányító szakemberek, akiknek ez a hétköznapi munkája, ezt tanulták, ezt értenek, fogják tudni eldönteni azt, hogy annak a betegnek milyen ellátási szintre van szüksége. Ezt a 20x-et úgy érti, hogy eddig, ha beteg volt valaki, vagy sürgősség ellátásra volt szüksége, akkor vagy a házi orvos, vagy a mentőket hívta, és ez nem volt elég, mert még tovább kellett menni? Nem, ezt a 20x-et úgy gondolom, hogy azok az ügyeletek, amik eddig mondjuk délutántól működtek reggelig, amennyiben működtek, meg hétvégén, amennyiben működtek, akkor a beteg ezeket a hatjegyű számokat tudta felhívni a különböző településének a környékén lévő ügyeletet, ahova eddig beszokott járni. De most ez egy teljesen más megközelítés lesz, hiszen lehet, hogy nem is abban a járásban lévő központi ügyeletet fogunk mondjuk hozzá küldeni,
hiszen mi folyamatosan monitorizálni fogjuk a saját kapacitásunkat, ezt percről percre értem, ezt a monitorizálást, és könnyen előfordulhat, most egy egészen távoli pontot mondok, hogy egy sáros pataki rászorulóhoz mondjuk a sátorai újhelyből fog kimenni az orvosi ügyelet, mert akkor éppen az lesz hamarabb, az lesz közelebb, ő tud megfelelő ellátást adni. Ez egy kicsit a call center-es hálózatot juttatja az ember eszébe. A tévedés lehetősége kizárt a 1830-as számhívása esetén? Kizártnak semmi nem kizárt, mert lehet, hogy 21 óra 3 perckor azt fogja mondani a 1830-as számon a kolléganőm, kollégám, hogy legyen kedves, fáradjon be az X ügyeletre, mert most ott biztosan az orvos bent van, nincsen kint lakáson, ellátáson. És míg oda halad mondjuk ez a rászoruló a saját gépkocsijával, addig jön egy olyan hívás, hogy az orvosnak mégis ki kell menni ott a környékben egy lakásellátásra, akkor valószínű várni kell. Tehát ilyen szinten, ha tévedésnek hívjuk, de én nem annak hívnám, tehát ez nyilván a rendszernek a mobilitásában benne van. Viszont azt azért fontos leszögezni, hogy ez a 1830-as hívószámon, amikor felvesz a mentés irányító, rögtön egy úgynevezett triázsolási folyamat fog bekövetkezni. De rangsor, ugye? Egy prioritás kialakítás, ami kérdezési cseklisták alapján történik. Aki olyan prioritási sorba kerül, hogy egyes prioritás, tehát a legkiemeltebb, és azonnal cselekedni kell, ott biztosan a legrövidebb időn belül fog segítséget kapni, ráadásul nem is kell otthonról elmozdulnia, hiszen akiket ebbe sorolunk, ő hozzájuk valószínű, hogy azonnal kiemelt mentőegységet fognak küldeni, mondjuk legyen ez egy mellkasi fájdalom, egy fulladással. Ő neki nem fogja azt mondani, hogy a mentés irányító, hogy tessék bemenni a 13 kilométerre lévő ügyeletre, ott a legközelebbi esetkocsi meg fog érkezni 15 percen belül. Igen, alapos felkészültséggel és rálátással kell rendelkeznie annak, aki ezt a telefont felveszi. Ez egy protokollizált folyamat, valamilyen szinten nyilván benne van a szubjektívum, mint mindenben benne van, és az a tapasztalatunk, hogy sokszor a kérdéseket nem biztos, hogy jól tudják értelmezni azok, akik ilyen bejelentéseket tesznek, de igyekszünk mindenben segíteni. Ezek nagyon komoly folyamatábrák, végigmegyünk az ABC struktúrán, nem akarok belemenni a szakmába. Biztos, hogy a végén olyan döntés fog születni, mert a beteg számára a legkedvezőbb. Olvastam valahol, hogy 2021-ben 75 millió orvos beteg találkozó volt az alapellátásban, és ez egy bődületesen magas szám. Ettől az új rendszertől, ettől várható, hogy itt finomodnak a számok, az arányok? Hiszen itt egy jó néhány felesleges találkozó is benne foglaltatik. Én azt gondolom, hogy az alapellátásban több orvos-beteg találkozásnak kellene történni, mint az elmúlt években történt. De. Pont a másik irányba mennék. Mert? Nekünk az a tapasztalatunk, hogy az alapellátásban sokszor meg lehetett volna adni az elmúlt időszakban azt a segítséget a betegnek, amit valamilyen okból aztán mégis máshol kaptak meg. Legyen az a mentőszolgálatnak a bevonása, meg leginkább a sürgősségi osztályoknak a terheltsége. Ennek az új modellnek nem titkolt célja az, hogy a kórházakban a sürgősségi centrumok, osztályok, sürgősi ellátóhelyeknek a terhelését csökkentsék, mert kimutatott tény, a százalékokon lehet vitatkozni, de az ott megjelenő eseteknek egy nagyon nagy százalék az alapellátásban ellátható lett volna. Ez az ügyeleti ellátás akkor működik jól, vagy működhet jól, hogyha minden a helyén van, és ugye itt a házi orvosokat is érinti ez az új elképzelés, és hát nem túl lelkesen fogadják, hogy finoman fogalmaz. Nézze, nekem a nagybátyám például úgynevezett körorvos volt, még annak idején így hívták az 50-es, 60-as körzeti években. Körzeti orvos, igen. Hát körzeti orvos, körorvos. Ő nekik attól kezdve, hogy a kaszával elvágta a lábát az ember a mezőn, hogy fogat kellett húzni, szülés kellett vezetni, az összes környékbeli településen, és kijárt biciklivel. Jó, persze ez 50-es, 60-as évek. De valahol az alapellátásban dolgozó háziorvosnak a feladata egyébként, azt gondolom, hogy a rendelési időn kívül is egy megfelelően szervezett struktúrában az alapellátási szintű problémákat kezelni. Nyilván ebbe bekapcsolódik a mentőszolgálat, és amennyiben olyan a kórállapot, korfelt, akkor persze majd a kórház is be fog kapcsolódni, de addig és a mostani jogszabályi környezet ebbe az irányba tereli a házi orvos kollégákat. Ez egy kipróbált modell, ugye Debrecenben ilyen pilot projekt keretében megtapasztalták, hogy működik, és mi a megye, ami megyénk harmadikként lép be, ugye?
Negyedikként lép be, bocsánat. Hogy fog ez működni? Megyük végig, a 18.30-nál felveszi egy szakember a telefont, elmondja a beteg a baját, ő megpróbálja az információi szaktudása alapján meg a helyzetnek megfelelően a legjobb belátása szerint navigálni a beteget valamilyen irányban. Kezdjük ott, hogy rögzített vonalon történik ez az egész. Ez már egy óriási, nyilván betegbiztonságot és minőségbiztosítékot ad ennek az egésznek. Az is egy nagyon komoly biztonságot ad, hogy ezek a mentésirányítók, ezek nem most április 1-én ülnek le a telefonkészülék elé, és a nullából elkezdenek improvizálni, hanem ők ezt tanulták is, ők ezt alkalmazták eddig is, hiszen jó pár ügyeletet már eddig is a mentőszolgálat bevonásával irányítottak, illetve egyébként lehet, hogy amit kedden a 18.30-at fogadja, csütörtökön a 112-es hívószámot kezeli a mentőszolgálatnál, tehát fel vannak készülve minden eseményre. A beteget kikérdezik ennek az ABCD protokollnak megfelelően, egyéb kérdéseket feltesznek. Nagyon gyakori az olyan megkeresés, amikor tényleg egy tanácsra van a betegnek szüksége, egy megerősítése. Bevegyem-e még azt a gyógyszert? Ilyen vérnyomás mértem, de nem annyi szokott lenni. Mit csináljak? Megbeszélik, tanácsot ad, vissza fogjuk hívni, lekontrolláljuk, hogy jó irányba változott az állapot, tehát egy ilyen minőségbiztosítás is benne van. Ha olyan kérdést tesz fel a beteg, ami szakorvosi vagy orvosi kompetencia, akkor mi a saját rendszerünkön belül szakorvossal összekapcsoljuk, és esetleg valamilyen speciálisabb gyógyszerbevételi felírási igényt már ott ezen a szinten is lehet rendezni, vagy a betegnek olyan az állapota és olyan környezete van, akkor azt javasoljuk, hogy keresse fel a legközelebbi ügyeleti központot, ami itt és itt és itt van, saját gépkocsival. Ha erre ő nem alkalmas állapotából következően nincsen gépkocsija, nincsen már tömegközlekedés, késő este van, akkor kiküldjük az ügyeleti gépkocsit hozzá, orvossal, mentőtiszttel megvizsgálja, ellátja, mondjuk egy vesegörcs, egy deréktájgörcs, nagyon gyakori az ilyen ellátás. A következő szint az, hogy a beteg olyan panaszról számol be, amikor azt gondoljuk, hogy mindenképpen egy emelt szintű mentőellátásra van szüksége, és egyébként nagy valószínűséggel be is fog kerülni a kórházba, tehát legyen az egy nagyon erős mellkasi fájdalom például, vagy egy eszméletvesztés, akkor mentőautó megy rögtön, illetve van egy olyan verzió is, hogy a beteg olyan panaszokról számol be, amiről biztos, hogy kórházi felvételt, ellátás, vizsgálatot igényel, ezért, hogyha a beteg állapota megengedi, azt javasoljuk, hogy a saját gépkocsival keresse fel a kórházat, a legközelebbi sürgősségosztályt, ha nincsen gépkocsi, nem jön az állapot, akkor ismételten csak mentőt fogunk küldeni, és azt fogja bevinni a területileg illetékes kórházba. Januárban valakitől az információt olvastam, hogy körülbelül 20 ügyeleti központból 7 működik majd az új elképzelések megfelelően. Ha az ember ezt a számot hallja, akkor rögtön az jut az eszébe, hogy a csodában kevesebb központ lesz, akkor még nagyobb nehézség keletkezik az ellátás során. Ahogy már említettem az elején, ugye ez egy teljesen új megközelítés ennek az ellátásnak, hiszen ahogy eddig megnevezés nélkül X településen vagy volt egyébként szombaton egyáltalán orvos, vagy nem is volt orvos mondjuk azon településen, tehát vehetjük úgy, hogy volt 20-valahány orvos ügyelet ebbe a megyébe, de azok közül mondjuk talán 3-4 az, aminek azt mondom, hogy tényleg úgy működött, ahogy működnie kell. Az összes többi mind időbeliségében, mind szakmaiságában azért nehezen kiszámítható volt. Te nem volt mögöttük intézményrendszer, mint ahogy most a mentőszolgálat ott áll az egész mögött, illetve nem volt egy központilag becsatornázott segítségkérési lehetőségük, ami mi azt gondoljuk, és az eddigi tapasztalatok alapján az bizonyítja, hogy ezzel már nagyon-nagyon sokat tudunk majd segíteni, hogy ott szakember olyan tanácsot ad, a beteg tényleg megnyugtató választ kap a problémáira. A másik dolog, hogy ezen a egyébként nem 7 vagy 8, hanem 10 plusz 1 ügyeleti ponton fogjuk tudni a betegeket ellátni, mindig orvossal, mindig mentőtiszti háttérrel, kijáró szolgálattal. Itt az nem fordulhat elő, hogy a beteg az úgynevezett rendelési időbe oda megy, és ott nem fog találni segítséget, ahogy ez sajnos nagyon sok település az elmúlt időszakban már előfordult. Ha felhoztam témaként azt, hogy hogy fogadták a házi orvosok az új ügyeleti ellátással, rendszerrel kapcsolatos terveket, akkor megkérdezem azt is, hogy a mentősök hogy fogadták? Azt mondom, hogy hozzá voltunk már szokva az, hogy ügyeleti feladatokat jócskán el kellett látni eddig is, csak eddig a sárga mentőautók nagy részt beszállították a sürgősségi osztályra,
a jelentős részét ezeknek a panaszosoknak, vagy betegeknek. Azt nyilatkozta ön, hogy 660-an dolgoznak itt a megyében. Igen, a, körülbelül. És közülük 220 önként jelentkeztek erre a többletmunkára. Ez elegendő lesz? Pontos beosztásaink vannak, már szinte készen van az összes beosztás, ahol szakápolóval, mentőtechnikussal, mentőtiszttel számolunk, hogy ez nekünk egyébként a törvényben rögzített kötelességünk, hogy a tárgy és személyi feltételeket is biztosítsuk a háziorvoson kívül. Az egy másik szabályozási folyamat, és ez egy polgárjogi szerződés köztünk és a háziorvos között, de az összes többi szereplőjét ennek a rendszernek, azt a mentőszolgálatnak kötelessége adni. Ami nem zárja ki azt, hogy a háziorvosok mellett dolgozó asszisztensek, akik eddig akár főállásban dolgoztak, ilyen orvosügyeleteken asszisztensek, szakápolók, őket is átveszük, ővelük is megkötjük a szerződést, és akkor onnantól kezdve mi alkalmazásunkban dolgoznak tovább. Negyediként indul el nálunk április 1-től ez az új módi nevezzük ki, tehát nyilvánvaló, hogy a korábbi háromnak a tapasztalatait okosan kell felhasználni. Mi az, amire például itt ebben a megyében különösen figyelni kell? Itt a lakosságnak az edukációja az egyik legnagyobb kérdés. Tehát az, hogy majd ezen a 18-30-on a bajtársaim valóban meg fogják-e tudni azt értetni a beteggel, hogyha beveszi azt a lázcsillapító gyógyszert, hogy higgyel, hogy erre nem kell antibiotikum, hogy megfelelő az. Sokszor az a tapasztalatunk, hogy a házi patikák üresek. Ahogy önnek, meg nekem valószínű otthon sokféle gyógyszer van a fiókba. Borsod megyében a lakosság egy jelentős részének semmilyen lehetősége nincs, hogy a saját erőforrásaiból mondjuk akár egy lázcsillapítás, egy fájdalomcsillapítás meg tudjon tenni. Tehát ennek a megyének ez az egyik nehézsége. Nem lehet a négy megyét összehasonlítani, teljesen mások a problémák. Győr, Moson-Sopron megyében, Szabolcs egy kicsit hasonlít, Hajdú pedig már másfél éve működik, tehát ott már azért nagyjából egy beállt rendszer. És hogy lehet erre felkészülni, hogy itt nálunk ebben a megyében a szociális helyzetet? Mi alkalmazkodni fogunk a lakosságnak a lehetőségeihez, és mindenben segíteni fogjuk őket. Ez legyen a végszó, és hát ugye a puding próbálja az evés, azt szokták mondani, és sok sikert kívánok hozzá, és megnyugtatni a lakosságot, azt hiszem mindenkinek kötelessége. Köszönöm a beszélgetést. Én meg köszönöm szépen dr. Kádár Balázsnak, hogy bejött a stúdióba.